A középiskola befejezése az élet kezdetét kellene, hogy jelentse, és nem a végét. Ez a történet egy teljesen átlagos estéről szól, ami a legrosszabbra fordult. Üdvözlök mindenkit a csatornámon, a nevem Veronika. Ha új vagy itt, akkor kérlek iratkozz fel. Hetente fogok új videót felrakni, nem konkrét időpontban, ezért nyomd meg a harangikont, hogy megkapj minden értesítést, ha új videó jön ki. 2000. május 23-án Elizabeth, Liz Reiser és Brandy Hicks úgy döntöttek, hogy megünneplik a középiskola végét egy ottalvós bulival. Már nagyon közel van az érettségi, tényleg a középiskola végén vannak, már mindent megtanultak, ezért szerettek volna egy ottalvós bulit rendezni. Ebben Liz szülei kivételesen beleegyeztek, mert ez a hétköznapra esett, de úgy voltak vele, hogy tényleg már csak pár nap van, és vége a középiskolának. Ez egy jó lezárás lenne ennek a korszaknak. Az ottalvos bulit Brandynél akarták tartani, nem gondolták, hogy ez az utolsó lesz. Miután Brandy kórus próbáján részt vettek a lányok, elindultak a Hollywood Video videókölcsönzőbe. Nemrég gondoltam arra én is, hogy milyen jó hangulata volt egy-egy videókölcsönzőnek, milyen jó volt válogatni a videókazetták között. Nem tudom, hogy a nézőim között ez valakinek ismerős ez az érzés. A lányok is boldogan mentek, hogy videót választanak az estéhez. Beszéltek az úton odafele arról, hogy mi lesz a középiskola után, mit várnak az egyetemtől, mit várnak az élettől, de a legfontosabb kérdés aznap estére az volt, hogy milyen videót vegyenek ki. Megérkeztek a videókölcsönzőbe, válogattak egy darabig, majd miután kiválasztották az adott videókat, elhagyták a videókölcsönzőt, és ahogy kiléptek a kölcsönző ajtaján, egy férfi szólította meg őket. Ez a férfi nagyon barátságosnak tűnt, nagyon udvariasnak, előzékenynek, kedvesnek, és annyit kért, hogy mivel lerobbant az autója, ezért egy mérföldre lévő lakásához fuvart kért. A lányok eleinte vonakodtak, de a férfiének annyira megnyerő stílusa volt, annyira barátságosnak tűnt, még 20 dollárt is felajánlott, hogy fedezze az extra benzinköltséget, csak hogy őt vigyék haza. Ez az ember nem volt más, mint Matthew Vaca, 27 éves, 3 gyerek édesapja, nős, a lányok ekkor még ugye nem tudták, hogy ők kicsoda. De végül úgy döntöttek, hogy elvállalják és elviszik a férfit, hiszen tényleg csak egy mérföldre van, és a lányok keresztény hitben nevelkedtek, hogy mindig tegyenek jót, mindenkit segítsenek, ahol csak tudnak. 9:30-kor Brandy autójában a két lány Matthew-val elhagyta a parkolót. Már egy jó ideje mentek, hiszen csak a férfi utasításait követték, hogy merre kell menni, de a lányok egyre jobban kezdtek bizalmatlanságot érezni a férfi iránt, egyre kényelmetlenebb volt ez az egész szituáció. Ezt meg is érezte Matthew, ezért mindig meggyőzte a lányokat, hogy már tényleg közel vagyunk, már mindjárt otthon vagyok, már csak pár perc. A lányokon mindig úrrá lett ez a bizalmatlanság, ez a kényelmetlen érzet, ezért egy adott pontnál Brandy úgy döntött, hogy félrehúzódik, és azt mondja a férfinak, hogy szálljon ki, innen, hogyha már tényleg olyan közel laknak, akkor gyalog is haza tud menni. Ekkor kezdődtek a bonyodalmak, ugyanis Matthew előrántott egy fegyvert, és azt mondta a lányoknak, hogy adjanak neki oda minden pénzt. A lányok készségesen teljesítettek mindent, nagyon megijedtek, de adottak mindent Matthewnak. Azt hitték, hogy ezzel véget ért a megpróbáltatás, de igazából csak ekkor kezdődött el minden. A férfi azt mondta, hogy kövessék az ő utasításait, hajtsanak el onnan. Kihajtottak már a városból, úttalan utakon mentek az autóval, mire végre megálltak egy mező mellett. Az elején szimpatikusnak tűnő Matthew most kezdte el igazán megmutatni a valódi ínyét. Mint kiderült, Matthew nagyértékű lopás és hamisítás miatt már büntetve volt, és felügyelet alatt tartották, többször kellett jelentkezni ugye a pártfogójának is. Matthew a Hollywood videóban szúrta ki a két lányt, ott döntött el, hogy enged a szeszélyének, és elrabolja ezt a két lányt. Sajnos akkor ugye a terve sikerült is, hiszen be tudott szállni a két lánynak a kocsiába. Tehát miután megérkeztek a mezőhöz, ahol leparkoltak, Matthew azt mondta a lányoknak, hogy vegyék ki a cipőfűzőt a cipőjükből. Matthew azt mondta Liznek, hogy amilyen szorosan csak tudja, kötözze oda Brandy csuklóját a kormányhoz. Liz nagyon-nagyon meg volt rémülve, nagyon sírt,
Brandy is meg volt rémülve, de még Brandy próbálta vigasztalni Liszt, hogy nem lesz semmi baj, még látni fogjuk egymást. Próbáltak abba hinni, hogy ebből a szituációval meg tudnak menekülni. Miután Matthew megbizonyosodott arról, hogy Brandy elég szorosan oda van kötve a kormányhoz, fogta Liszt és kiráncigálta az autóból. Brandy nagyon aggódva nézett utánuk, tehetetlenül bámulta barátnőjét, ahogy a fogvatartójuk elráncigál jött egy sötét erdőbe. Mindaddig követte a tekintetével őket, amíg el nem tűntek a szeme elől. Brandy folyamatosan próbált a kormánykeréktől kiszabadulni, próbálta valahogy a cipőfűző szorításából kiszabadítani magát, de sajnos ez nem sikerült. És nagyon gyorsan megjelent Matthew, viszont már Liz nélkül. Brandy nagyon megijedt. Matthew kirántotta a kocsi ajtót, és ráüvöltött Brandyre, de Brandy is nagyon meg volt rémülve, viszont nagyon aggódott Liz miatt, és ezért ő is elkezdett kiabálni Matthewra. Nagyon élénken kiabáltak egymásra, viszont akkor észrevette Brandy, hogy Matthewnál van egy kés. Matthew elvágta Brandy cipőfűzőjét, ugye, ami a kormánykerékhez kötötte a csuklóját, tehát kiszabadította a lányt, kirángatta a kocsiból, fölfele mentek ők is a dombon, ahol előtte Matthew Liz-zel ment. Brandy folyamatosan a tekintetével kereste Liszt, hogy a lány hol lehet az ő barátnője. Matthew megragadta Brandy arcát, és egy földkupac felé fordította. Brandyben ekkor tudatosult, hogy Matthew eltemette Liszt. Matthew visszarángatta Brandyt a kocsiba, és újra elkezdődött a kálváriájuk, újra utakon mentek, ahogy Matthew utasította őt. Matthew elkezdte összezavarni Brandyt, játszott vele, játszott az idegeivel. Először azt mondta, hogy Brandyt azért vitte fel a hegyre, hogy lássa ezt a földkupacot, hogy tudja, hogy ő megölte Liszt, és ő eltemette oda, és hogy a saját szemével lássa Brandy, hogy Liszt ott van eltemetve. A későbbiekben azt mondta, hogy ez egész csak vicc, ő elengedte Liszt, Liszt már rég úton van hazafele, és ez csak így viccből csinálta. Bár nem tudom, milyen beteg elmének tetszen ez, mint egy vicc, de folyamatosan megváltoztatta a történetet, és próbált Brandynek az agyával, érzelmeivel játszani. Nem tudom, ezzel mit akart elérni. Az igazság sajnos az, hogy Matthew valóban megölte Liszt. Elvágta a lánynak nyakát legalább háromszor. Fogta a kispengét, és 25 cm hosszan, 6,5 cm mélyen vágta el a lány torkát, elvágva ezzel a lány légcsövét. Liszt megszúrta a nyakán, a hátán és a fején is. A fején 5 kész szúrás volt. Liszt vérben ázva hagyta ebben a sírban, és ezt mutatta meg később Brandynek is. Matthew folytatta Brandy mentális kínzását. Fölle járkáltak az országúton, mellékutakon, míg egyszer csak végre azt nem mondta, hogy forduljon vissza egy adott útszakaszon, és közeledtek a városhoz. Brandyben felrémlett a remény, hogy hát, ha meggondolta magát Matthew, és végül elengedi, és azért közelednek a városhoz, hogy valahol őt elengedje. Sajnos ez nem így lett. Matthew azt mondta Brandynek, hogy állítsa meg a kocsit, szálljon ki az autóból, és kövesse őt. Brandynek eszébe jutott, hogy egyetlen egy lehetősége van a szabadulásra, hogyha Matthewval elkezd egy kicsit barátságosabban beszélni, hát hogyha egy kicsit megenyhül, kicsi empátiát érezne feléje. Ezért elkezdett neki mindenféle gyerekkori emlékeket mondani, a párkapcsolatáról beszélt, a jövőbeni terveiről, és már-már kezdett úgy tűnni, hogy Matthew kezd engedni, és talán elengedi a lányt is, de egy hirtelen, egy adott ponton Matthew visszatért a valóságba, és ugyanúgy elkezdte lögdösni a lányt egy bizonyos pont felé, amerre haladtak. A lány próbált empátiát kiváltani Matthewból, de Matthew hirtelen lezárta ezt az egész témát, hogy fogd be, elkezdte lögdösni a lányt, elértek egy vasúti sínhez, és azt mondta Matthew a lánynak, hogy vegye le a lány az összes ruháját. Megpróbált ellenállni Brandy, de nem sikerült, és Matthew felülkerekedett, ezért a lány levette az összes ruháját. Egy folyó fölött voltak, egy folyó fölött áthívelő hídon, és Matthew azt mondta Brandynek, hogy térdeljen le. Matthew a lány cipőfűzőjével megpróbálta megfojtani Brandyt. Viszont a lány ettől a folytogatástól elájult. Majd mikor észhez tért,
Matthew megint megpróbálta őt megfojtani, a lány megint elájult, és amikor ugye már a második ájulásból fölkelt Brandy, Matthew megint megpróbálta őt megfojtani. A lány megint egy tervet eszelt ki másodpercek alatt, és összeesett, és úgy csinált, mint aki meghalt, és Matthew már el is hitt, elindult a lánytól a hídon visszafele a kocsihoz. Már úgy tűnt, hogy a terv bevált, amikor Matthew visszafordult, és elkezdte harapni, rúgni, ütni, nagyon erősen rúgni a lányt, aki ugye ezáltal már nem tudta azt mutatni, hogy ő halott. Matthew még idegesebb lett, még agresszívabb. Matthew ettől az egésztől már nagyon frusztrált volt, ezért megpróbálta eltörni a lány nyakát. De nem sikerült, ebből is Brandy valahogy a férfi szorításából kiszabadította magát, gondolom addig kapálózott, addig küzdött, hogy nem tudta kitörni Matthew Brandy nyakát. A férfinak már elege volt ebből az egészből, és át akarta lökni a lányt a korláton, hogy essen rá a kövekre, ugye a folyópartra. Elkezdtek küzdeni, és a férfi végül is fogta Brandyt, és átdobta a korláton. És bármilyen hihetetlen, de a lány a vízbe esett, és nem halt meg. Brandy másodpercek töredék alatt megint elhatározta, hogy akkor úgy csinál, mint aki meghalt. Mozdulatlanul feküdt a vízen, hagyta, hogy a hullámok vigyék az ő testét. A szeme sarkából látta, hogy Matthew még mindig ott áll a hídon, ezért a lány nem mert mozdulni a jéghideg vízben. Nagyon sokáig úgy telt, mint aki meghalt, hogy Matthew elszívott egy cigarettát, utána nagy nehezen elindult a kocsi fele. A lány még mindig ott várta a hideg vízben, hogy biztosan megbizonyosodjon arról, hogy Matthew nem fog visszajönni. Egyengülve, rettegve, a hideg víztől teljesen kimerülten, elindult fölfele a folyóparton, kimászott, és elindult az autópálya fele, hogy leintsen egy autót. A lány teljesen kimerült, az utolsó energiáit is felhasználva elkezdett integetni a kocsik felé. Jó páran nem álltak meg, és végül egy autó állt meg mellette, és nem fogjátok elhinni, hogy kiült az autóban. Nem Matthew, hanem egy rendőr. Egy rendőr állt meg, és ő vette fel Brandyt. A nyomozás alatt kiderült, hogy Michael a sógorát elvitte ehhez a híthoz a büntény estéjén, és meg akarta mutatni, hogy igen, én itt megöltem egy lányt, és itt fekszik a holtteste. De a lányt ugye nem látták ott. Később Matthew sógora ezt ugye elmondta a hatóságnak, hogy Matthew ezt bevallott neki, hogy ő ott volt, megölte a lányt, vagy hát azt hitte, hogy megölte. Brandy Hicks keresztény hitben nevelkedett. Ezért együttérzően megengedte, beleegyezett abba, hogy Matthew ne kapjon halálbüntetést, cserébe Matthew bevallja bűnösségét. Bűnösnek vallja magát, ezért nem ítélik majd halálra, viszont az egész életét börtönbe kell, hogy töltse. Az ítélet megszületett, Matthew-t nem ítélték halálra, de Matthew 2096-ig nem lesz jogosult feltételes szabadlábra helyezésre. Az ítéletet 2000-ben hozták, tehát kimondták az életfogytiglani börtönbüntetést Matthew-ra. Nagyon nehéz Brandy helyébe képzelni magamat, nem is igazán akarnám. Nem tudom, hogy én a helyében mit tettem volna. Egy biztos, hogy Brandy nagyon bátran cselekedett, mindent megtett szerintem, amit meg lehetett. Sajnos Liz az egészet már nem élte túl. Az egész ottalvós buli egy véres tragédiába torkollott. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor kommentben írjátok meg. Iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, illetve állítsátok be a harangikont, hogy értesítést kapsz, ha új videót töltök fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnézted a videót, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!